Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat. Nem tudom, ez a szó homloklebeny kinek mit mond. Nekem annak idején, amikor először találkoztam ezzel az anatómiai tényezővel, akkor nem túl sokat mondott. De miután beleolvastam magam ebbe a témába, egy óriási felfedezés bontakozott ki az olvasottak nyomán, és pedig megtaláltam azt a régi latin mondást, így a valóságban megjelenve, ez a bizonyos mens sana in corpore sano, úgy hangzik, hogy épp testben épp lélek. Tehát a test és az elme, a test és a lélek összefüggései voltaképpen a homloklebeny működésében érhetők igazán tetten, és úgy gondoltam, hogy ha mi a gondolkodásról beszélünk, a gondolkodás elvesztett és reménységeink szerint majd visszanyert képességével, művészetével, akkor meg kellene ismernünk azt is, hogy az agyunknak ez a különleges területe, amelyik felelős a gondolkodásért, felelős a döntéshozatalért, egyáltalán az értelmi funkciók döntő többsége itt ezen a területen található, akkor jó lenne megismerni, hogy mivel ártunk neki, és mivel használunk neki, mert ha ez a terület nem működik, akkor hiába beszélünk itt különböző lehetőségek, hogy a gondolkodás, mint olyat, hogyan lehetne javítani, hogyan lehetne jobban tanulni, hogyan lehet igazán elmélyült és felelős gondolkodást folytatni, ha nem tudjuk, hogy hogyan működik, tudnilik. Ez nem egy szép táj pusztán, hanem az amerikai sziklás hegység egyik különleges területe, bizonyára mindenki előtt ismert, hogy valamikor a 19. században vasúttársaságok egymással vetekedve próbálták a keleti partról elindított vasútvonallal a nyugati partot minél előbb elérni, és útjukban állt a sziklás hegység, ugye nevéből adódóan is komoly sziklatömbök állták a vasútépítők útját, és ezt robbantással lehetett felszámolni, ezeket az akadályokat robbantással lehetett megszüntetni. Egy bizonyos Phineas Gage nevével indul a történet, orvostörténeti érdekesség, mert hogy a robbantáshoz és a robbantások következményeihez neki is egészen komoly mértékig köze volt. Csak néhány jelenet arra vonatkozóan, hogy milyen helyeken vezetett a vasútvonal, milyen komoly emberi és technikai megpróbáltatásokat és igényeket kellett itt elviselni és működtetni. Ezen a különlegesen vadvidéken átvezető vasútvonal egyik jelenete. Ez magáról a 19. századi vasútépítésről készült kép. Az emberi agy azért került ide, hogy lássuk, hogy körülbelül hol helyezkedik el a homloklebeny, itt a felémeső oldalon, és akkor talán Phineas Gage történetéről is hadd mondjak néhány szót. Ez a Phineas Gage valamikor az 1849-es évek táján dolgozott ott, mint vasútépítő előmunkás, robbantási szakértő. Az ő feladata volt az, hogy miközben a sziklába lyukat fúrtak, és azt megtöltötték puskaporral, rá folytást raktak, és a folytásra földet, persze előzetesen bevezették a gyújtózsinort is, hogy a munkálatokat irányítsa, és adott esetben, mint az egészét felelős, beavatkozzon, közbelépjen. Kifúrták a lyukat, beletették a puskaport, és az asszisztense elmulasztotta az összes többi feladatot elvégezni, ezért ez a Phineas Gage egy másfél méter hosszú, 2,5 centi vastag vasrúddal nem a rátett földet döngölte, hanem magát a puskaport. És a furat belső falán kiálló kis kavicson szikrát keltett és berobbant. És vagy 15 méterre elhajította, kiszakítva a Phineas Gage kezéből a döngölő rudat, és vagy 15 méterre elhajította. Mondhatná bárki, hogy nem kár egy vasrúdért, mert érte lehet menni. Annak idején én is azért választottam olyan sportot, amilyen kényelmes. Eldob az ember egy szert, utána kimegy érte, stb. Hát ez is mondjuk lehetett volna egy ilyen, de sajnos útban volt a feje. És behatolt a döngölő rúd a bal járomcsont alatt, és a feje tetején távozott. Az az érdekessége a történetnek, hogy el sem ájult.
A munkatársai megtámogatva őt talpon tartották. Később aztán egy ilyen 3 héten keresztül tartó lázas állapot követte a balesetet, mert valamilyen fertőzés lépett fel. Az érdekessége az, hogy ez az ember alapvetően és gyökeresen megváltozott. Családszerető, gyermekeit rajongva szerető ember volt, a munkájában megbízható. Nem véletlenül töltött be itt a vasútépítésnél is ilyen fontos feladatkört. Megbízhatatlanná vált, ellenszenvessé, káromkodóvá, ott hagyta a családját, egy cirkuszhoz állt, aztán 10 évvel később valószínűleg nem természetes halállal távozott az élők sorából. 1991-ben a National Geographic is foglalkozott a történettel, mert hogy az egyik orvosi egyetem múzeumában őrizték a vasrudat, és őrizték Phineas Gage koponyáját is. Körülbelül látható, hogy a sérülés hol érte ezt a koponyát, és hogy az agynak melyik területe, tehát ez a bizonyos homlokunk mögött elhelyezkedő rész szenvedte ezt a sérülést, és megalapították nyilván, most már így a későbbi feldolgozás alapján, hogy a homloklebenye sérült. És az agyat korábban úgy próbálták megismerni, hogyha agydaganat vagy sérülés eredményeképpen bizonyos agyi funkciók nem működtek, akkor ahol a daganat volt, vagy ahol a sérülés érte, ott az az agyi funkció helyezkedett el. Tehát így térképezték fel lassan az agyat. Amikor valakinek például az agyában a broka területet éri az agyvérzés, és ugye megszűnik a beszédkészsége, akkor tudni vélték és méltán, hogy az a terület, amit egy broka nevű valaki talált meg így, az a beszédközpont. Tehát így szépen lassan, de biztosan az agyat feltérképezték, és hát a homloklebeny működését is összefüggésbe hozták a döntéshozatallal, összefüggésbe hozták az értelmi funkciókkal, az erkölcsi és az értelmi kiértékelés területével. Tehát ha valakinek ezen a területen sérülés éri az agyát, akkor számolni lehet azzal, hogy komoly személyiségváltozáson megy keresztül az illető, ami főleg az erkölcsi érzék és az értelmi, az értelemnek egy bizonyos területi feldolgozása sérül. De leginkább az erkölcsi érzék az, ami ezen a területen igazán domináns szerepet tölt be, és hogyha valakinek ez az agyi területe valamilyen oknál fogva megsérül, akkor számolni kell ilyen következményekkel. Miért beszélek én erről? Reméljük, hogy nem megyünk el robbantgatni a Sziklás hegységbe. Tehát nem igazán kell számítani arra, hogy majd a vasrúd kirepül a kezünkből, és vagy a sajátunk, vagy valaki másnak a fejét eléri. Miért? Azért, mert az életmódunkkal, az életvitelünkkel, a magunkhoz vett táplálékokkal, különböző szerek befogadásával ez az agyi terület súlyosan érintetté válhat. Ezeken majd végigmegyünk, most nézzük a történetet. Homloklebeny tehát az agy koronája. Itt kiírva is látjuk, hogyha valaki jegyzetelni akar, hogy ez a lelkiség, az erkölcsiség és az akarat székhelye. Egyébként a legnagyobb az agy többi részéhez viszonyítva. Általában, ha megfigyelik például állatoknak a homloklebenyét, amikor nagyon gyorsan és ügyesen mozgó állatoknak vizsgálják az agyát, akkor ott a motoros kéreg igen fejlett. Ha mondjuk a sas agyát vizsgálják, ott a nyakszirtlebeny a domináns, azért, mert ott van a látóközpont. Ugye a sasról tudni vélik, hogy legalább 500-szor élesebben lát, mint mi emberek. Az agy térképe látható a különböző funkciók elhelyezkedésével. Ez a bizonyos Egasmoniz, hát nem valami szimpatikus külleme van, de hát nem telt róla, azért került ide, mert ő volt az a kísérletező orvos, aki kidolgozta a homloklebeny részbeni vagy teljes eltávolításának a műtéti technikáját.
Az 1950-es években nagy divat volt a homloklebeny eltávolítás, vagy részben, vagy teljesen, azért, mert krónikus visszatérő migrénes fejfájásokat próbáltak ezzel gyógyítani, nem számolva azzal, hogy milyen egyéb változások lépnek majd fel az illető agyában. Nobel-díjat kapott, orvosi Nobel-díjat kapott 1950-ben ezért. A homloklebeny sebészeti eltávolításának milyen következményei vannak? Azt már láttuk egy baleset összefüggésében, hogy ennek a bizonyos Finász Gage-nek az élete, életvitele, dolgokhoz való hozzáállása, erkölcsi érzéke mennyire megváltozott. Van itt egy ápolónő, lehet bármilyen nevet adni neki, Egazmoniz áldozata, ugye, mert neki is eltávolításra került a homloklebenye, az akkori orvosi elképzelések szerint ez volt az ő esetében is a legjobb megoldás. Igazán rendszerető, a betegeket igen-igen komolyan, gondosan ápoló, méretetlen empátiával viseltetve a betegek iránt élte a maga életét, valamiféle irodalmi körnek is a tagja volt, és hát eltávolították a homloklebenyét, és ettől kezdve csak részfeladatokat lehetett rá, ez nem azért, mert a szellemi képessége sérült volna. Egyszerűen a kötelesség érzete szűnt meg. A lelkiség, az empátia is elhagyta őt. Egyszerűen érdektelenné vált a dolgok iránt, és a nem törődömség talán ez a legmegfelelőbb szó, ami jellemezte a viselkedését. Egy másik ápolónővel összefüggésben egy történet is közszájon forog. Amikor már ez úgy meghonosodott, ez a bizonyos műtéti beavatkozás, akkor kísérleteztek, vagy legalábbis különböző vizsgálatokat is végeztek. Megkérdezték az egyik műtétre kiírt hölgytől, hogy mit csinálna kedves hölgyem, ha kölcsön kapna egy órát és elvesztené. Hát a műtét előtt még az volt a válasza, hogy vennék egy másikat és visszaadnám. Nos, a műtét után újra megkérdezték tőle, amikor felépült és ismételten visszament az emberek közé, újra feltették neki a kérdést, hogy asszonyom, mit csinálna, ha kölcsön kérne egy órát és elvesztené? Azt mondta, kölcsön kérnék egy másikat. Szóval ez egy ilyen leegyszerűsített történet, ami az erkölcsérzék hiányát hivatott demonstrálni. Mi történik, hogyha gyerekek mondjuk homlokleben sérüléssel születnek? Ugye vannak olyan gyermeket világra hozó eljárások, amelyek nem kimélik a gyerek fejét. Ugye van a fogós műtét, van a vákumos megoldás. Ezek azért igen-igen komoly mértékig igénybe veszik a gyerek fejét. Ugye még képlékeny, még alakul a szülő csatornában, még ott úgy, ahogy el van, de hogyha erre még rájátszanak, szóval sérülhet. Leeshet a gyerek csecsemőkorában, stb. Baleset érheti. Na nézzük meg, hogy mi van azzal a gyerekkel, akit eféle sérülés ért. Ingerültség jellemzi, csapong, szélsőséges jókedv, szélsőséges rosszkedv. Fizikai értelemben véve sem igazán kontrollálja az indulatait, bárkinek bármikor neki megy, mert egyszerűen az önkontroll is hiányzik. Az erkölcsi érzékkel társuló önkontroll. Szexuálisan, hogy úgy mondjam, szabadabban élik az életüket, már fiatal korban is. Mert hogy az erkölcsi érzék nem áll a helyzet magaslatán. Nincsenek igazán hosszantartó baráti kapcsolataik. Mert az empátia, a másikhoz való kötődés, mint olyan, mint igény is hiányzik. Azután ugye megjelenhet az alkohol, megjelenhet a különböző ajzószerek, megjelenhetnek a különböző tudatmódosító szerek is, és ráadásul az öngyilkosságra való hajlam is együtt jár a homloklebeny sérüléssel. Az újszülött esetében mivel kell számolni? A későbbiekben nem hajlott a szülői fegyelmezésre,
mindig a pillanatnyi szükségleteinek a kielégítésére törekedett, és sohasem épített ki megfelelő igazán tartalmas baráti kapcsolatokat sem. Másokat hibáztatott, és könnyen befolyásolható, devianciára hajlamos gyerekké válik az, aki homlokleben sérülés szenved. Összegzésül. Meggyengülnek tehát az erkölcsi elvek, meggyengülnek a társas kapcsolatok. Egyszerűen a szeretet és az oda tartozni akarás készsége és igénye is elhagyja őket a család iránt. Képtelenek az elvont gondolkodásra. Egy példát ehhez is, ha egy valakinek a homloklebenye megsérült vagy eltávolították, és felteszik neki az alábbi kérdést. Miért nem szabad üvegházban kővel dobálózni? De mindannyian tudjuk, hogy ennek az átvitt értelme a hangsúlyos, mert azt mindenki tudja, hogy ha üvegházban kővel dobálózik valaki, akkor betörik az üveg. Hát ő csak ennyire jutott. Hogy igen, nem szabad dobálózni, mert betörik az ablak. És ugye nem arra, most megmagyarázom önöknek, nem mintha homloklebenyük kell valami lenne, hogy ugye az elvont vonatkozásai azt jelentik, hogy érzékeny környezetben nem handabandázok, nem használok nagy szavakat, szélsőséges megnyilatkozásokra, nem ragadtatom magam, mert a környezetre tekintettel vagyok. De hát ugye ezt áttételesen kellett volna átgondolni, aki viszont homlokleben sérülést szenvedett, az erre nem képes. Érdekes, hogy a matematikai megértés terén némileg csökken a képesség, de alapvetően azért nem látványosan. Az empátia, mint olyan, tehát a beleélés képessége és készsége hiányzik, és az önuralom pedig végképp hiányzik ezeknél az embereknél. Az emlékező tehetség is gyengül, főleg az utóbbi időben történt eseményekre vonatkozóan. Szétszórtság, nyugtalanság, gondolatok csapongása, fantáziálás, emocionális kiegyensúlyozatlanság, fásultság, érdektelenség. És messze vezető és komoly ideggyógyászati kezelést igénylő problémák is felléphetnek. Mánia, megszállottság, megrögzöttség, figyelemhiánya, hiperaktivitás és depresszió. Miért beszélünk mindenről? Hát megint csak hangsúlyozni szeretném, hogy azért, mert az életmódunk és a homloklebeny igen-igen komoly egymásra hatással működnek. Mi minden hat még a homloklebenyre? Itt egy rövid felsorolást még talán áttekinthetünk. A legyengült és károsodott homloklebeny azonnal tetten érhető következménye a károsodott jellem. Az önuralom, megbízhatóság, szavahihetőség, komoly olvasmányok iránti igény, egyszerűen, és az összes bonyolult funkció, ami az agyban, főleg az emocionális vonatkozásokban megjelenik, alapvetően hiányzik ezeknél az embereknél. A homloklebeny megromlott működésének a fő oka az egészségtelen életmódban keresendő. Az a Finász Gécs-féle történet az csak egy rávezető gondolatsor volt, hogy elképedjünk, hogy jaj, szegény ember, és hogy megváltozott. Egyszerűen az egészségtelen életmód következtében ugyanilyen változáson mehetünk mi is keresztül vasrúd nélkül. És a fejünket érő külső sérülés nélkül. És talán ez egy nem túlzó megalapítás. Társadalmunkban sokan szenvednek tragikus jellembeli torzulásokat, életmódbeli döntések következményeként. Ugye vannak szokásaink, ezeket szokás rabságnak is tekinteni, a függőségeinket pedig végképp. Felsorolnánk itt most együttes erővel néhány függőséget kiváltó dolgot? Kitérünk majd rá, csak úgy szeretnék együtt gondolkodni önökkel. Mert a szavaink, a kimondott szavaink visszahatnak ránk, elköteleznek bennünket. Ezért ne én mondjam ki, mert engem meg lehet hallgatni, aztán egy legyintéssel el lehet intézni, de ha már kimondtuk, akkor ennek van egy bizonyos visszacsatolása. Na, mondjunk egy párat. Ugye az alkohol, a dohány az magától értetődően az. Aztán kávé, belép a képbe a kávé? Csoki?
És például gyerekeknél kialakítunk meglehetősen sok káros szokást. A gyerek üvölt, nem alszik, le kell nyugtatni. Mit csinálunk? Régi időben, ugye voltak durva dolgok is, mert máklevet itattak vele, az nem jó, de amikor mondjuk cukorba mártjuk a cumit és benyomjuk a szerencsétlennek, ugye akkor hozzászokik az édességhez. És nem, úgy gondolom, hogy kevesen tudják, de nem akarok ezzel megbántani senkit, hogy a cukor hozzászokást alakít ki. A cukorfogyasztás az agyban dopamintermelést indít el, és opiátok is termelődnek, az opiátok opiumozékok, és enyhe kábítószeres hatást gyakorolnak, és hozzászokást alakítanak ki. És ez is ugye, miután az agyban lezajló folyamatokról van szó, ott termelődik a dopamin, ott termelődik ez az ópium származék szerű anyag, és hozzászokást alakít ki, tehát ezzel szeretném tudatosítani azt, hogy a függőségeink az agyban, az agyműködés szintjén alakítják ki ezeket a bizonyos hozzászokásokat. Mondanék még néhányat. Tudom, hogy a népszerűségi indexem most nem fog szárnyalni, de a sajt például. A sajt opiátok termelésére sarkalja az agyat. Hozzászokást alakít ki. És még egyet, a hús. Ugyancsak, mint a pereces, elmondhatnám újra, a dopamin termelésre és opiátok termelésére sarkalja az agyat. Enyhe kábítószeres hatása van, és hozzászokást alakít ki. Hát ennyit. Ha ilyeneket fogyasztunk, még durvábbakat is mondok majd, mert remélem, hogy a következő találkozásig egy hét alatt ki fogják heverni, és utána majd úgyis a gyakorlati alkalmazás területére fogunk átlépni. Tehát ezeket azért mondom el, hogy ha igényt tartunk az értelmes, tiszta, felelős gondolkodásra, a tiszta, világos döntéshozatalra és választásra, mint igazi emberhez méltó tényezőre, akkor ezeket sajnálatos módon hiába kötődünk hozzájuk érzelmileg, hiába vagyunk függő viszonyban velük, ezekkel akkor is számolni kell, mégpedig a nagyon biztos és radikális elszakadás jegyében. Hát vannak itt gyógy és kábítószerek, ugye a tiltott kábítószerekről nem beszélünk, bár az a szóbeszéd járja, hogy itt a Balaton környékén lehet mindenfélét kapni. Vannak bizonyos receptre kapható gyógyszerek is, és más legális társas összejöveteleken használt szerek, alkohol, nikotin, koffein. Sokan élnek úgy, hogy áthágják az egészség törvényeit, és nem tudják, hogy evés, ivási, valamint munka szokásaik összefüggésben vannak egészségükkel. Nincsenek tudatában állapotuknak, míg fel nem üti a fejét valamilyen betegség, de lehet, hogy az agy működés és az értelem vonatkozásaiban ezek a lassan ható dolgok már éreztetik a hatásukat. Az életmód változtatás helyett azonban általánosságokban gyógyszereket használnak, mert ha fáj valami, sokkal egyszerűbb bekapni egy pirulát, mint kimenni sétálni egyet, vagy mély légzést végezni. Bedobjuk, és igaz, hogy számtalan mellékhatása van, de a tüneti kezelés szempontjából azért élvezzen egy kis elsőbséget. Alkohol. Közvetlen hatást gyakorol a homloklebeny, de tudom, hogy itt nem iszik senki. A társasági ivás, tehát amikor heti egy alkalommal, vagy hagyvi egy alkalommal valaki egy pohár bort elfogyaszt, az is. De szeretnék valamit mondani, amit óvatlanságunkban valószínűleg majd mindannyian elkövetünk. Ha például olyan ételtársításokkal élünk, tehát össze-vissza eszünk, mondhatnám, akkor erjedés keletkezik az emésztő csatornában. Az erjedés kapcsán acetilaldehid és sok egyéb anyag jelenik meg, amelyek úgy hatnak az agyra és a szervezetre, mint az alkohol. Tehát nem kell nekem bedobni egy felest, elég, hogyha össze-vissza eszem mindent, lehetőleg erjedésnek könnyen induló, nagyon édes gyümölcsöket fogyasszak csak mondjuk zöldségfélékkel, vagy ki tudja mivel. Egyszerűen, és főleg a nassolás, hogyha én valamit elfogyasztok,
és rá kisvártatva valami mást, akkor a korábban elfogyasztott étel emésztése leáll. És a gyomor elkezdi az újabban bevitet emészteni, a korábbit emésztetlenül hagyja tovább menni. Olyan helyre kerül, ahol már az emésztéshez szükséges anyagok nem termelődnek, és akkor a fehérje alapú, akkor rothadás indul el, ha a szénhidrát alapú, akkor pedig erjedés, ennek minden kellemes következményével együtt. Az alkohol a szürke állományra hat, és hát pusztítja bizony az értelmi képességek alapjául szolgáló szürke állományt. Alacsonyabb szintű a glükóz anyagcsere, az agy tápláléka a glükóz. Ha kevesebbet kap, lelassul a működése, elégtelen, hiányos lesz a működése. És ugye autóbalesetek fő okozója, ezt nem is kellene szinte mondanom. És ha az anya mondjuk alkoholizál, még ha mértékletesen is, akkor a magzat agya is károsodik, kisebb súllyal születik, és az agy térfogata is jóval kevesebb. Úgyhogy ezeket talán érdemes megszívlelni. Néhány így, tehát a gyereknek az IQ-ja is lényegesen kisebb lesz, az így született gyermeknek az IQ-ja is, mint a vele azonos korú vagy sorsú társaiké. A szülők alkoholfogyasztása károsítja a magzatot. Iszákosok vagy dohányosok gyermekének agya károsodott, vágyai, szenvedélyi felerősödtek. A férfiakhoz is szólnék, a férfi dohányzása 15%-kal gyengébb agyi állapotot eredményez a gyerekeknél. Ha mindkét szülő, akkor el tudjuk képzelni, hogy miféle kártékony következményekkel kell számolni. Gyermekeik már gyakran a születésük előtt magukon viselik a jellemnek ezt a bizonyos bélyegét, tudni, hogy a szenvedélyeik uralják majd a későbbiekben az önkontroll hiányában. Meg nem született nemzedékekre gyakorol veszélyt a dohány és a szeszes ital. És hát itt azt mondja a statisztika, hogy ott, ahol a szülők szeszes italt fogyasztanak, ott a gyermekükre majd a gyenge testalkat, az értelmi és erkölcsi gyengesség, a természetellenes vágyak, ingerlékeny vérmérséklet és gonosz tettekre való hajlam öröksége jelenik meg. A koffein. Nem nagyon szeretnék ezzel hosszan foglalkozni, mert vannak ennél izgalmasabb területek, de miután tudom, hogy a munkahelyeken szinte kötelező a kávéfogyasztás, és ez annyira elterjedt az országban, és ez egy legálisnak tekinthető, sőt, a társadalmi érintkezésnek egy bizonyos, hát lefoglalt gesztusa is, vagy megnyilatkozása is, azért szeretném elmondani, hogy az agy kommunikációs rendszerére hat. Ugye az agy sejtjei, hogy már korábban beszéltünk erről, kémiai úton érintkeznek egymással, és ezt a sejtek közötti kémiai kommunikációt zavarja meg a koffein. Két idegingerlet átvivőt, az acetilkolint és az adenozin szintjét befolyásolja, és kedvezőtlenül hat a dopamin szintre is. Kibillenti abból az előbb említett egyensúlyi állapotból az egészséges működés következtében megjelenő állapotból. Összefüggést találtak a kávéfogyasztás és a depresszió között is. Megnöveli az agy adenozin receptorainak a számát is, tehát ez azt jelenti, hogy az agy több adenozint képes befogadni, és ez is hozzájárul a koffein függőség kialakulásához. Reggeli kávé nélkül csak fél gőzzel működünk, mondják sokan, azért, mert ezek a bizonyos agyi folyamatok megteremtik azt a fáradtságérzetet, azt a függőséget, amit csak úgy lehet orvosolni, ha egy újabb kávét fogyaszt el az ember, mert akkor egyrészt feldobottnak érzi magát, akkor lendületbe jön, közben kialakítja egy hosszú távú függőség nyomorúságát.
8 féleképpen gyengíti az agyat. Tehát, hogyha normálisan akarunk gondolkodni, akkor ezekkel a most felsorolt tényezőkkel szóba kéne állni. Függést idéz elő, elvonási reakciókat okozhat. Próbáljuk csak egy napra a kávéadagunkat nem magunkhoz venni. Fáj a fejünk, szédelgünk, minden bajunk van, enerváltak vagyunk, jön az újabb kávé, semmi bajunk. Létrehozhat vagy súlyosbíthat pszichés betegségeket. Gyengíti, támadja a fizikai és mentális teljesítő képességet, gátolja az alvást, hát ezért isszuk, nem? Hát isszák. Én egyszer ittam, azóta se, érettségi előtt, szóbeli előtt, mondom, hogy most felturbozzuk az agyat, úgy fájt a fejem, hogy arra nincs kifejezés, lehet, hogy az érettségitől és nem a kávétól, de én a kávéval hoztam összefüggésbe, azóta se, azelőtt se, egész jól el vagyok. Befolyásolhatja más betegségek kialakulásának az esélyét. Például egyesek tudni vélik, hogy a vastagbélrák kialakulása szempontjából is számba veendő tényező. Jellemünk lelki és társas dimenzióira is gyakorolhat befolyást, mérgezést, sőt halált is okozhat. Ismertem egy újságos nőt, aki olyannyira kávéfüggő volt, koffeinfüggő volt, hogy őt már az újságos bódéban, ugye nem is lehetett túlzottan kávét főzni, ette a szemeket. De méretetlen mennyiségben, a fogai már elporlottak, mert ugye a kávé szemeket megrágni nem egyszerű dolog, de nem tudott meglenni nélküle. Milyen további potenciális problémák járnak? Lehet társkarcinogén, erre utaltam az előbb, tehát hozzájárulhat a vese, a mell, a vastagbél, a hasnyálmirigy, a petefészek és a hólyag rákjának kifejlődéséhez. Koffeint fogyasztó anyák gyermekei kis súllyal születnek. 3-5 higany milliméterrel növeli a vérnyomást, erős szívdobogást idéz elő, veszélyes szívritmus zavart is okozhat. Serkentőleg hat a gyomorsav termelése, refluxot is előidézed. Lehet, hogyha valakinek refluxa van, és felhagy a kávé fogyasztással, megszűnik ez a kellemetlen jelenség is. Tehát még a premenstruációs tünet együttesre is hatással van, tehát valakinek előbb jöhet, rendszertelenül jön, hosszan elhúzódik, nagyobb vérzéssel jár, szóval meg annyi problémát hoznak összefüggésbe a kávéfogyasztással. Nikotin. Serkentőleg hat az idegrendszerre. Alvás, teljesítőképesség, stresszkontroll. Rontja az összetett mentális feladatok megoldását. Kárt okoz az agy működésében, és a terhes nők dohányzását korábban is összefüggésbe hozták a magzat szellemi képességeinek a csökkenésével, az intelligencia jelentős veszteséget szenved. Hát ugye ezek ilyen riasztó képek. Ez engem nagyon megdöbbentett, azért is vettem be ide, hát ez a gyerek ez nincs több 7 évesnél. Láttam én is a pályaudvaron, 3 éves gyerek lehajolt a csikkér, fölvette és szívta. Hát itt is egy fiatal, aki nem tud meglenni nélküle. Nos, itt van a lényeg, az étrend hatása a homlok lebenyre, mert nem mindenki dohányzik, nem mindenki iszik, viszont mindenki eszik. Nézzük meg tehát, hogy mi a kedvező, az anyatej. Tehát ha valaki úgy indul az életnek, hogy legalább egy évig szopik. Egészséges, kiegyensúlyozott összetételű anyatejet, akkor az komoly helyzeti előnnyel veszi az élet nehézségeit. Többszörösen telítetlen zsírok, omega 3, vitaminok, ezek mind-mind kedvezően befolyásolják az agy működését. Hiányában viszont romlik a tanulás, megértés készsége, és az emlősök agyának fejlődését is megfigyelték, hogy amikor nem kedvező, nem egészséges táplálékot kaptak, ott az agy mérete is jelentősen kisebb volt. Telített állati eredetű zsírok megnehezítik az agyi kommunikációt. A sejtmembránok, ahol
a különböző anyagok bejutnak a sejt belsejébe, merevebbé válnak. Bizonyos anyagokat nem tudnak befogadni, másokat pedig szélsőségesen nagy mennyiségben fogadnak be. Mondanák most önök, ha kérdeznék, hogy mi van az omega-3-as zsírokkal összefüggésben a halfogyasztással, mert köztudott, hogy a halakban van omega-3 zsírsav. Sokkal kedvezőbb hatása van a lenmagban találhatónak. A halban is van, de egy fogalmat írtam oda mellé, ez a biomagnifikáció. Nem tudom, hogy ismerős-e ez a szó. A biomagnifikáció egy történettel szemléltethető leginkább. Amerikában, talán Kaliforniában a Clear Lake, ez a nevéből adódóan is egy rendkívül tiszta, híresen tisztató. És éppen ezért nagyon népszerű. Sokan járnak oda, hogy a hétvégét ott töltsék, és kínosan ügyelnek a tisztaságra. A tó vizét nem szabad semmivel szennyezni, viszont olyan nagy mennyiségben szaporodtak ott el a szúnyogok, hogy nagy rendszerességgel kell szúnyogírtást végezni. És valakinek eszébe jutott, hogy a szúnyogírtás kapcsán kipermetezett anyag mennyiben befolyásolja a tó vizének az összetételét. És megalapították, hogy jelentéktelen, mert minden egy milliomodik csepp szúnyogírtó. Hát mondjuk engem ez az egy milliomodik csepp is aggasztana, de hát ki tudja, hogy itt én mit veszek magamhoz. A lényeg az, hogy megvizsgálták a tó partján termő növényeket. A tó vizének összetételéhez képest 500-szoros volt a növényekben a méregkoncentráció. Vannak a tóban növényevő halak, ezek ették a növényeket, 2500-szoros volt a koncentráció ezeknek a halaknak a vérében. Ezeket a halakat húsevő halak is levadásszák, ott további ki tudja hány százalékkal növekedett a méregkoncentráció és a tápláléklánc csúcsán az ember, pedig ami a húsevő halakat is fogyassza, pedig méretetlen mennyiségű koncentrációval kell számoljon. Volt alkalmam, hogy fürödjek a Michigan tóban, de miután én előtte már megtudtam, hogy ennek a tónak az aljáról, tehát az iszap rétegből vett anyagot nyílt sebre, egereknél nyílt sebre rákenve bőrrákot idézett elő. Úgyhogy én csak nem akartam megsérteni a vendéglátóimat, csak beugrottam meg, kijöttem és gyorsan fényképeztem azokat, akik óvatlanok voltak, mert hogy kimutatták, és én előzetesen olvastam efféle statisztikákat, kimutatták, hogy a Michigan tóban rendszeresen fürdő embereknél nagyon komoly mérgezéses tünetek jelennek meg. Főleg nők esetében, ugye ők sokkal nyitottabbak a külvilág előtt, tehát hogyha óvatlanok, akkor ezeken a nagyon érzékeny nyálkahártyákon keresztül könnyebben felszívódnak a mérgek. Bizonyos mikrotáplálékokkal is lehet az étrend minőségét javítani, amelyek kedvezően hatnak a homloklebenyre. Ilyenek a tiamin, riboflavin, niacin, B6, B12, folsav, antioxidáns vitaminok, ACE, voltak éppen a teljes vitamin skála, és hogyha ezeket természetes formában veszük magunkhoz, akkor jót teszünk az agyműködésünkkel is. Nézzük a szénhidrátokat. Az agy kizárólag glükózt használ az energiaforrásként. Az agy anyagcseréje 7,5-szer nagyobb, gyorsabb, mint általában a test egyéb szerveinek az anyagcseréje, és a glükóz anyagcsere 15%-a magában az agyban zajlik le. Ugyanakkor az agy egy ilyen zárt burok, mondtam korábban, egyesek meg is jegyezték, hogy ebben a zárt burokban 1,5 kiló zselé, de az, hogy zárt burokban van, az azt is sejteti, hogy nincs hely a tárolásra. Mert ugyanaz agyban nincsenek érző idegek, tehát ha az agyat ütöm, vágom, nyomom, nem fáj neki. De a csonthártya belül az viszont nagyon érzékeny. És hogyha valamiféle vérömleny van ott, vagy akár folyadékgyülem
akkor az bizony fáj, mert nyomást gyakorol a belső érzékeny ideghártyára. Ugyanakkor ugye nincs hol tárolni a táplálékot, ezért 2 percnyi a hozzáférhető glükóz, mégpedig glikogén formájában az agy számára, tehát állandó jó minőségű glükózról kell gondoskodni, lehetőleg természetes formában a fehér cukor az nem jó agytáplálék. És az ilyen finomított, művi úton kezelt gumicukor meg egyebek ugyancsak nem. Tehát természetes formában magunkhoz vett gyümölcsök nyújtják az agy számára az ideális táplálékot. Itt látjuk, hogy gyümölcsök, gabonafélék, ugye tudjuk, hogy a gabona az keményítő és cukorrá bomlik, ezeket mindannyian ismerjük, és a vércukor szint ilyenek fogyasztása kapcsán állandó. Tehát nincsenek kilengések. Most gyerekek figyeljenek, vagy ne figyeljenek, mert biztos, hogy nem fogják nóréven venni, amit mondok. Hogy működik egy gyerek manapság? Láttam, amikor még az én fiam kicsi volt, azóta sokat romlott a helyzet. A gyerek nem tud a számítógép elől elszakadni, függőséget is. Úgy mellesleg eszeget ott valamit, mert azért enni kell, lehetőleg chipset vagy valami olyat, ami könnyen befogadható, vacsorára nincs ideje, főleg ha spenót volt. Na lényeg az, hogy úgy el van 11-12-ig. Akkor nagy nehezen beájul az ágyba. Reggel menni kell az iskolába, de az utolsó pillanatig ott van az ágyban, mert ugye fáradt, nem reggelizik. Mit csinál? Az első szünetben lemegy és vesz mondjuk egy édességet, valami krémest vagy tortát. Miután ez egy finomított édesség, ezért méretetlen erővel felnyomja a vércukorszintet. A hasnyán mirigy kétségbe esetten próbálja a megfelelő inzulin mennyiséget megtermelni, és jóval többet termel, mint amennyi annak az ételnek az elfogyasztásához szükséges. Tehát miután feldolgozta abban az édességben lévő cukrot, még mindig jelen van nagyobb mennyiségű inzulin a vérben, mint amennyire szükség lenne. Mit csinál ez? Leesik a vércukorszint, a gyerek szédeleg, mert olyan éhséget érez, amilyet soha korábban. 10 percig az órán tudod figyelni, a következő 35 perc az kómában telik, üveges tekintettel néz a táblára, nem látja, hogy mi van oda felírva, és nem is érti az egészet, és azt se, hogy miért van ő ott. Következő szünetben lemegy egy újabb adag, és ez a láncreakció, illetőleg ez a ciklikusság, ez folytatódik. Zsírok. A zsíros ételekben lévő hamis idegingerület átvivők megzavarják az agysejteket. Tehát nem mindegy, hogy milyen zsírokat fogyasztok. Van, amikor ingerület keletkezik, no a kívülről nem is jön be információ, pusztán annak köszönhetően, hogy én valamilyen zsírban dús ételt vettem magamhoz. Na itt vannak ezek a csúnya dolgok, tiramin. Sajtban, borban, igen tápláló ételekben található stressz hatást vált ki, pusztán a táplálékban lévő tiramin. Norenefrin keletkezik, és gátolja a gondolkodási folyamatot. Ugye itt korábban felvetettük a dolgokat, hogy a gondolkodás milyen fontos, és hogy működünk, és minden gondolat nyomot hagy, és tárolódik. Szokások alakulnak ki, gondolati pályák, és voltaképpen az vagyok, ahogy gondolkodom, és ezért nagyon fontos, hogy gondolkodjak, mégpedig egészségesen, normális döntéseket hozzak, épp erkölcsi és értelmi képességgel rendelkezve éljem az életemet a világban, és tudjak nemet mondani arra, amire nemet kell mondani, és tudjak igent mondani, és akarjak igent mondani arra, amire igent kell mondani, de ezek a dolgok, amiket én idáig felsoroltam, ezt a folyamatot veszélyeztetik és gátolják. Kémiai változásokat képes előidézni sejtszinten. Nem csak a gondolat, a magunkhoz vett táplálék is. Mert ugye beszéltünk egy John Eccles-szel összefüggésben, hogy a gondolat sejtszintű hatást vált ki. Ez a tiramin is. Ez egy olyan vegyi anyag, ami hamis üzenetvivőként, noha nincs üzenet, mégis úgy hat az agyra, mintha feldolgozása váró üzenettel találkozott volna.
triptamin, könnyű megjegyezni, mind a kettő tével kezdődik, biogén amin, gondolkodást átalakító hatása van, adott esetben még rémálmokat is produkál. LSD, pszilobicin, halucinogén anyagokhoz hasonló hatást alakít ki, gondolkodást, értelmet destabilizáló hatása van. Sajtok, halak, kolbászfélék. Az előbb beszéltem a sajt, dopamin előállító és opiátok előállító képességéről, itt újra megjelenik. Halakban is van ilyen, kolbászfélékben, romlásnak induló baromfifélékben. Itt említeném meg, hogy normális hűtés esetén is romlik a baromfi és ezeknek a viszonylag könnyű fehér húsoknak a tartalma. Tehát nem szabad a szavatosság után fogyasztani, de akár jóval előbb érdemes kidobni. Sőt, az a legjobb, ha meg se vesszük. Azért annak idején, mikor a mi gyerekünk kicsi volt, akkor jött hozzánk a házi orvos, gyermekgyógyász, és hát nagyon tájékozott valaki volt, és összebarátkoztunk vele, és elmondta, hogy nekik meghagyták, és az állategészségügyel foglalkozó állatorvosoknak is, hogy ne vegyék annyira komolyan a dolgot, mert Magyarországon élelmiszerellátási gondok vannak, és ezért a nem túlzottan megromlott ételt, azt még azért oda lehet adni. Annak idején, amikor még efféle színező anyagok és egyebek nem terjedtek el, nem egyszer sétáltam az utcán, mindig korábban megyek. Pesten ugye sok bolt van, még nem nyitott ki, lehet, hogy már be is zárták arra. A kirakatban zöldes, lilás, sárgás, árnyalatú csirkék lógtak a nyakuknál fogva. Ilyet manapság nem látunk, mert feltalálták a kurkumát, meg a sáfrányt, meg a különböző élelmiszer színezékeket, ennek megfelelően bemártják, áztatják, és gyönyörű, kívánatos, szép, sárga, rózsaszín szint kapnak ezek a bizonyos dolgok. Zsírok, fehérjék. Trimetil amin. Elterjedt itt Magyarországon a tengeri gyümölcsök, a tenger gyümölcseinek a fogyasztása. Többnyire ezekben található. Ma már divatos rákot enni, csigát enni, kagylót enni. Ezek is úgy már bekerültek itt. Ez az életszínvonal emelkedését mutatja itt nálunk. A triptamin plusz alkohol együtt. A Helicobacter pylori jelenlétében szaporodásnak indítja a harmad család tagjait, és ennek eredményeképpen rák kialakulására hajlamosít, és az alkohol utáni vágy is állandósul. Tehát miről van szó? Triptamin plusz alkohol, Helicobacter pylori jelenlétében ezek a durva dolgok mind bekövetkezhetnek. Itt a harmadik a sorban, ez a bizonyos arakidon sav gátolja az acetilkolin termelését, és tárolását. Ez egy nagyon fontos idegingerjedt közvetítő anyag. Csökken a homloklebeny hatékonysága állati termékekben. Szóval amikor mi úgy a kedvenc ételeinket fogyasztjuk, nem igazán gondolunk arra, hogy azért, mert nem betegszünk meg azonnal ezektől, ezeknek nincs hosszú távú kellemetlen egészségre károsító hatásuk. Egyetlen, ezt egy orosz tudós csoport állapította meg, nem írtam ide, egyetlen húsétkezés is megnövelheti a 17 hidroxikortikoszteroid mennyiségét, ez egy stressz hormon, és ez serkentőleg hat az agy alacsonyabb rendű részeire, magyarán az ösztönéletre. Itt sincs jelen az erkölcsi kontroll, vagy nem olyan mértékben, mint kellene, és ezért az ember akár úgy működik, mint a dúvad, mert a vágyai hajtják. És ennek aztán meg annyi problémás, balesetes eredménye, következménye. Tehát egyszerűen a racionális gondolkodást háttérbe szorítja, az impulzívabb, finomabban fogalmazva, az impulzívabb gondolkodás rovására. Magasabb rendű étrend. Milyen étrenddel tudjuk igazán
az agyunk működését kedvező helyzetbe hozni. Gabonaneműek, gyümölcsök, mogyorófélék és zöldségfélék alkotják azt az étrendet, amit Teremtőnk választott számunkra. Ezek az ételek a lehető legegyszerűbb és legtermészetesebb módon elkészítve a legegészségesebbek és a legtáplálóbbak. Ennek az előadásnak nem igazán témája a főzési technológia, mint olyan, de borzasztó sokat lehet ártani. Nem jut hirtelen eszembe, valamelyik francia bölcselkedő fogalmazta meg, hogy a szakácsok az emberi élet megrövidítésében sokkal hatékonyabbak és eredményesek, mint bárki más. És ugyancsak, nem tudom, a franciák szeretik a hasukat, a jó házasság titkáról is megkérdeztek idősebb embereket, és egy néni, egy nagyon mosolygos, kedves kis 70 év körüli nő nyerte az első díjat, mert ez volt a feltett kérdésre a válasza, etesd a bestiát. Ugye, ha egy férfinek tele van a hasa, akkor már jó a közérzete, akkor kenyére lehet kenni. Bezzeg, ha éhesen jön haza, és nincs az asztalon az étel, akkor ne menjen senki a közelébe. Spártai étrend. Mi a spártai étrend? Elmondanám, hogy bizonyos életkor után, itt önök között ilyet nem látok, itt mindenki fiatal, de bizonyos életkor után az a legegészségesebb étel, amit nem eszünk meg. Állatok tovább élnek, ha kevesebb kalória jut a szervezetükbe, feljavult agyi teljesítmény jelenik meg az állatoknál kevesebb kalóriabevitel hatására. Fiatal kortól alacsonyabb kalóriabevitel jó értelmi képességet produkál időskorban is. A túlevés az egész agyat gyengíti. Ugye, mert itt hadd kockáztassak meg egy bibliai kifejezést. Példabeszédek könyvében nagyon sok bölcsesség található. Azt mondja két dolog. Ne nézd a király csemegéit, hazug étkek. Hát itt most kapásból össze tudnánk hozni legalább 10-15 hazug étket, nem? Ami más, mint ami benne van. Már úgy értem, hogy más a látvány, más az íz, mint ami benne van. Ilyen a fehér kenyér, ilyen a fehér cukor, és lehetne sorolni. A másik, ami ennél fontosabb idézet, az pedig így hangzik, a nemes ember. Erre a titulusra mindannyian igényt tartunk. A nemes ember a test erejéért eszik. Tehát azt teszi, és annyit, amennyire, és amire szüksége van. Ebben a mi világunkban az ember az ízért eszik. A mennyiségek. Úgy mondjuk, hogy a tápláléknak van élvezeti értéke, és ezért ez határozza meg a tartalmat, a minőséget és a mennyiséget. Tekintet nélkül arra, hogy egészséges-e vagy sem. A mértéktelenség és az agy. Egy pici kis megállt tartanék. A mértékletesség szót kellene definiálnunk, mert a magyar nyelv rendkívül pontos. De eltorzítottuk ennek a kifejezésnek az értelmét itt az idők során. A mértékletesség nem azt jelenti, ha én mértékletesen élek, ez nem azt jelenti, hogy mindenből egy keveset. Ezt is jelenti. De a mértékletesség szóban benne van a mérték. Mértékhez szabottan. Van az egészségnek törvénye, van az evésnek, a magunkhoz vett tápláléknak, stb. A mennyiségeknek. Ez szerint a mérték szerint. Ezt jelenti mértékletesen. Tehát az nem elfogadható, hogy mindenből egy keveset, a jóból keveset, és az egészségtelenből semmit. Körülbelül ez lenne az igazi definíció. Nem kell alkoholtartalmú italokat inni ahhoz, hogy mértéktelenek legyünk. Erről már beszéltünk. A mértéktelen evés bűne a túl gyakori, a túl sok evés és a nagyon tápláló, nehéz és egészségtelen ételek fogyasztása pusztítja az emésztőszervek egészséges működését, hat az agyra és eltorzítja az ítéletalkotást, akadályozza az észszerű, nyugodt, higgadt, egészséges gondolkodást és cselekvést, és akkor a hipnózisról. A hipnózisnak az a különlegessége, hogy kikerüli a homloklebenyt, és az agy könnyen transz állapotba kerül. Beírtam, nem ajánlom senkinek, gyerekek főleg most ne figyeljenek ide. Beírtam ezt a szót, hogy hipnózis,
és olyan képek jelentek meg, amelyek ilyen körkörös csigavonal alakban a szememet egy dologra úgy vonzották. És a hipnózis kialakításának az első lényeges tényezője, hogy egy pontra kell koncentrálni, hát ezek csak úgy szívták ki a szememet, hogy arra az egy dologra koncentráljak, tehát igen könnyű transzállapotba kerülni. Céltudatos, egy dologra összpontosító állapot, ugye főleg, hogyha ezek a képek rásegítenek, az alany függetlenné válik az összes többi környezeti tényezőtől. Nincs béta hullám kibocsátás, ugye a béta hullám kibocsátás az épp gondolkodásra jellemző agyi tevékenység, dinamikus homloklebeny aktivitás társul a béta hullám kibocsátáshoz. Hipnotikus állapotban az alfa agyi sablon a döntő, kritikailag nem értelmezzük a bejövő információt. Tehát amikor valaki alfa állapotban van, lemegy alfába, akkor nem értelmezi, nem értékeli, és nem is kritizálja azokat az információkat, amivel találkozik. Értelmezés és szűrés nélkül fogadja be az információt és a különböző ösztönzéseket. Kell hozzá egy pislákoló világosság, ami egy pontra fókuszálja a szemet, és ez már önmagában hipnotikus állapotot hoz létre. Egyetlen információt sem szűr meg, ami józan értelmünk és erkölcsi értékrendünk alapján. A homloklebenyt rövidre zárták. Veszélyes elhallgattatni az agy ellenőrző központját, ugye ez egyfajta erkölcsi kiértékelés ennek a diának. A keresztény és a keleti meditáció közötti különbség mérhető, miközben kísérletek igazolják, hogy a keleti meditáció inkább zilálja az agy működését, kibillennek a bizonyos ideginget közvetítő anyagok a maguk egyensúlyi állapotából, miközben a keresztény elmélkedés, amelyik a tudat működését nem kapcsolja ki, az lenyugtat, az lecsendesít, miközben keresztény mércével mérve a keleti meditációnak van egy mindenképpen győzni akaró jelleg, egyfajta önmegváltó, a dolgaimat sikerre vinni akaró megközelítése. A keresztény meditációban az a különleges alapvető tényező, amiben különbözik a keletitől, hogy elengedi magát, hogy átadja magát, hogy behódol. Nyilván a keresztény meditációban az Istennel is számol az illető, és miközben behódol és átadja magát, és megnyugszik, egy erkölcsileg vállalható isteni akaratban, mert ugye a keresztény ember az Isten erkölcsiségében nem kételkedik. És ezért könnyű behódolni és könnyű alárendelnie magát az Isten akaratának, és ez teremti meg azt a belső nyugalmat, aminek nyomán a gyógyulás is megjelenik. Nagyon sok spontán gyógyulásról beszél az orvostudomány, amikor keresztény emberek meditáltak. A keleti meditációval inkább csak egyfajta átmeneti pszichés állapot jön létre, valóságos gyógyulás kevésbé, de annak tulajdonítják, hogy a keresztény ember behódol az Isten előtt, és rábízza magát az Istenre, rábízza a sorsát, és ebben megnyugszik, bármi legyen az. És ez teremt olyan feltételeket az agyban és a szervezet egészében, amelyek azután gyógyítólag hatnak. Ezt azért gondoltam elmondani, mert ahogy annak idején fiatal koromban én is komoly vonzást éreztem a keleti misztikumok iránt, és miután nincsen alternatív, vagy legalábbis sok ember kiábrándult a kereszténységből, és valami mást keres, ezért könnyen csapdába kerül, és a keleti meditációban véli felfedezni sorsának jobbra fordulását. Van egy bizonyos Dossi nevű tudós, aki az 1970-es években Gyógyító szavak, az imádság ereje és az orvosi gyakorlat címen kiadott egy könyvet. És ebben számtalan esetről számol be, amikor a rák ennek a magatartásnak, ennek a viszonyulásnak a hátterén és alapján spontán visszafejlődött. Tehát ismétlem, elfogadás, bizalom a keresztény meditáció alapja, nem erőlteti rá, nem akarja rá,
erőltetni mindenáron a gyógyulni akarását az Istenre, hanem elfogadja tőle azt, hogy meggyógyul-e vagy nem. A meditáció, relaxációs tréning, autogén tréning, akadály, immungyengítő hatása van. Stresszhormonok szabadulnak fel, mert én nagyon akarok valamit, és ennek nyomán a nagyon-nagyon akarás hátterében stresszhormonok felszaporodása jelenik meg. Kimutatták, tehát amikor relaxációs tréninget végzett valaki, mérték az efféle tüneteket és a megjelenő hormonok mennyiségét, mikéntjét. Van egy otthoni hipnotizőrünk, erről is beszéltem már korábban. Hipnotikus transzállapot kialakítására képes azért, mert egy adott pontra összpontosítok. Lekapcsoltam a villanyt, bekapcsoltam a tévét, egy vacak kis képernyőre irányítom a figyelmedmet, és ez eleve kísérletek igazolták, transzállapotot hoz létre, erkölcsi és értelmi kiértékelés nélkül nézem végig azt, amit végignézek, anélkül, hogy kritizálnám, anélkül, hogy valamiféle erkölcsi és értelmi kiértékelés végigkísérni a folyamatot. Az első 5-10 percben ez megszűnik, csak alfa hullám kibocsátás van. Utána, amikor lekapcsolom a tévét és kihozanodok, hogy én ezt a marhaságot megnéztem, de mafla vagyok. Na akkor, de menet közben le nem zárnám. Mert most mi lesz a vége? Mert mi lesz a vége? A gyors képváltások, stb. Nincs kiértékelés. Beszéltem a múltkor arról, hogy leszoktat a gondolkodásról, és leszoktat az aktív cselekvésről. A közbelépni akarás készsége is megszűnik. Azt mondja a tévéről, gyors képváltások, érzelmi azonosulás a látottakkal, alfa hullám kibocsátás, nem reagáltak, nem tájékozódtak és nem összpontosítottak, már úgy értem, hogy azon kívül, amit figyeltek. És egy bizonyos Eric Pepper azt írja, hogy az információ bejut, és nem reagálunk rá, és benn marad. Egy másik, egy dr. Herbert Krugman, a TV kommunikációs médium, hatás nélkül ad tovább óriási információt, amit az észlelés pillanatában nem gondolunk át. A tévénézéssel arra neveljük magunkat, hogy ne reagáljunk. Az agy nem elemzi kritikusan az információt, a való élet jegyében látja azt, amit lát, tehát úgy fogja fel azt, mint valóságot, és egyre növekvő érzéketlenség és érdektelenség jellemzi úgy általában az embereket, ennek köszönhetően mondják azok, akik a tévénézésnek az agyra és az ember lényére gyakorolt hatását vizsgálják. A jelenetek kitörölhetetlenül beleivódnak az elmébe. Ennek a bizonyos Alvin Tofflernek egy idézetét a Jövősok című könyvéből hadd idézzem. Az érzékek állandó izgatása az értelem ellenőrző hatását gátolja, végül bezárul az észszerű gondolkodás képessége, hogy a valóságnak megfelelően nézzen szembe az élettel. A tévé gyengíti az agyerejét, az olvasás iránti érdeklődés csökken, az olvasáson alapuló tantárgyak visszaszorulnak, érdektelenséget váltanak ki, nem is igazán választják, ha választható tantárgyakról van szó, rossz szokásokra bátorít, mert ugye példaképként jelennek meg a tévében egyes, hát hogy mondjam, jó kiállású színészek, és ugye a gyerek, akinek az erkölcsi érzéke még amúgy is kialakulóban van, majd minél erősebb és minél erőszakosabb valaki, annál jobban imponál, és ezt majd átviszi a hétköznapi élet gyakorlatába. Reklámok útján népszerűsítenek egészségtelen ételeket. Ennek nyomán jelik meg a gyermekkori elhízás. Például a Marlboro reklámok. Kimutatták, hogy a Marlboro cigarettát reklámozó emberek közül egyik sem érte meg a 60 évet. Pedig ugye milyen férfias? Veszkó csizma, farmer, széles karimájú kalap, szájsarkában ficegő cigaretta. Hát annyira férfias, hogy hihetetlen. Hát itt van egy tévé előtt felnövő és a McDonald's ételeket fogyasztó két gyerek. Hát azt hiszem, hogy könnyebb átugrani a gyereket, mint megkerülni.
Itt arról van szó, hogy miközben a gyerekek a tévét nézegetik, állandóan csemegéznek, és főleg nehezen emészthető, nehéz ételeket, chipseket, stb., amelyek át vannak itatva mindenféle zsiradékkal. Ábrándozás, álmodozás, elszakad a valóságos élettől, ennek eredménye például egy kísérlet végső tanulsága, nehezebben leplezik le a hazugságot, mint az újságolvasók. Tehát az újságolvasás közben gondolkodik, a tévé nem hagy gondolkodni, mert váltja a képeket, stb. 17 káros hatást összegeztem ezen a dián, nem sorolnám fel, mert részleteiben már beszéltünk róla. Még a zenéről kellene szólni, de a zenének én egyszer egy külön előadást javasolnék, mert olyan tanulságos dolgok vannak a zene élettani hatásaival összefüggésben az újabb kutatás színterén, hogy azt érdemes lenne egyszer átgondolni. Tény és való, hogy a szinkópás ritmusok, azok megzavarják az agyi kommunikációt, miközben a klasszikus zene lecsendesít, lenyugtat és normalizálja az agyműködést. Tehát ennyit összegzésképpen. Arisztotelész egy idézetet fogalmazott meg, illetőleg megfogalmazott valamit, ami most idézet formájában van jelen. A zene közvetlenül mutatja meg a lélek szenvedélyeit vagy állapotát, szelídségét, haragot, bátorságot, mértékletességet, vagy éppen az ellenkezőjét. Ugyanaz a szenvedély fogja az embert is átformálni, és ha hosszú időn át szokássá válva hallgatja a lealacsonyító zenét, az majd alantas szenvedélyeket ébreszt, és egész jelleme is alantassá válik. Röviden, ha valaki rosszféle zenét hallgat, rosszféle ember lesz. De ennek az ellenkezője is igaz, ha helyes és jó zenét hallgat valaki, az majd hajlik arra, hogy jó ember legyen. Azt mondtam itt az elején egy idézet formájában, hogy a modern tudomány többnyire azt találja fel, amit az emberek már régóta tudtak. Hát ez is körülbelül így néz ki. Hát ő volt az, aki ezt a mondást megfogalmazta. Magas vérnyomás és az intelligencia. A magas vérnyomás rontja az agyműködés minőségét, ezt könnyű kitalálni. Majd arról beszélhetünk legfeljebb, hogy a vérnyomást hogyan lehet nem vérnyomás csökkentő szerekkel csökkenteni. A magas vérnyomás eredménye például az agy méretének csökkenése is, tehát egyfajta atrófia vagy agysorvadás. És itt 7 dolgot összegeztem, mit csináljunk? Védjük a mechanikus sérülésektől, hát ezt vagy meg tudjuk tenni, vagy nem. Előzzük meg azokat a betegségeket, amelyek károsíthatják a homloklebenyt. Javítsuk az oxigénellátást. Lássuk el jó táplálékkal azáltal, hogy megfelelő ételeket fogyasztunk, a helyteleneket pedig elkerüljük. Kapjon megfelelő napfényt, megfelelő módon edzük, tehát gondolkodással. Gondosan ellenőrizzük, hogy mit hallgatunk és nézünk. A gyakorlatoztatás fejleszti az elmét, az értelem alkalmazkodik a dolgok dimenzióihoz, melyekkel foglalkoznia kell. Ha az ember csak jelentéktelen, mindennapos dolgokkal foglalatoskodik, sohasem tesz komoly erőfeszítést, hogy nagy és örök igazságokat értsen meg, akkor értelme eltörpül és elgyengül. Így aztán a Szentírás az intellektuális kultúra eszköze, mert gondolkodtat. Ha az ember felületesen olvas bele a Bibliába, semmit nem ért meg belőle. El kell gondolkodni az olvasottak felett, és kiváló gondolkodást fejlesztő, az agy minőségi működését javító tényező.